Soha nem kecsegtet jóval, amikor vezető német politikus izomból nyilatkozik, így reagált Deutsch Tamás, miután Heiko Maas kifogásolta, hogy a magyar kormány megvétózta a Kínával kapcsolatos uniós határozatot. A politikus szerint, mikor a német politika riválisokat lát az európai országokban, abból az európai emberek nem jönnek ki jól. A stúdióban Deutsch Tamás. A Fidesz EP képviselő, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Azt mondja Orbán Viktor, hogy ez minősíthetetlen ez a hangnem. Miért minősíthetetlen ez a hangnem? Most idéztük, amit mondott a német külügyminiszter. Hát alapvetően azért, mert az teljes képtelenség, hogyha valaki egy elemi, egy teljesen nyilvánvaló, meg nem kérdőjelezhető jogával él, akkor önmagában azért, mert ezzel a jogával élt, azért pellengére állítják, azért élesen megtámadják, mi több, egy olyan javaslatot fogalmaznak meg, amely javaslat valójában kidobja az európai együttműködésből, az európai együttműködésnek a lényegét. Én azért örülök, hogy ez a téma, vagy talán az egyik téma a mai beszélgetésünk során, mert az európai politika, sokszor a tagállami politika is, az szokott úgy működni, hogy használnak egy olyan kifejezést, kategóriát, aminek ilyen nagyon pozitív üzenete van, és valójában, hogy tulajdonképpen miről is beszélnek, arról nem igen tudnak az emberek. Ugye arról van most szó, hogy milyen szörnyű az, hogy az Európai Unió külpolitikai álláspontjainak az elfogadásához mind a 27 tagország egyetértésére van szükség. Nem azt mennyivel mondják, jobb lenne, hogy ez szörnyű, mennyivel, hanem az a szörnyű, hogy ezt rendszeresen megvétózza egyetlen egy állam. Azt mondják, hogy ez milyen szörnyű, hogy akár egy ország is a maga vétója, ellenvéleménye, különvéleménye, más véleménye kapcsán megakadályozhat egy közös álláspontot, ezért legyen minősített többség. Most nem zikálni akarom, nagy félreértse. Tudja ön, hogy a minősített többséges döntéshozatal a tanácsban az mit jelent? Mert ez a minősített többség, ez valamilyen nagyon komoly többséget jelent. Azt ön tudja, hogy ez mekkora többség? Én tudom, hogy mit jelent, de nem ez a kérdés. De mekkora többség ez? Feles többség. 55%. Tehát ugye azt jelenti, hogy ma 27 tagország van az Európai Unióban, kiválóan mondja, a 27 ország mindegyikének egyet kell értenie, mert több mint fél évszázaddal ezelőtt az európai együttműködésnek a leglényegét úgy találták ki az alapító atyák, hogy a közös álláspont kialakításáig egyeztetni kell, kompromisszumra kell jutni. Ez a teljes egyetértés ad lehetőséget. Bocsánat, szeretnék kérdezni, a miniszterelnök nem a tartalmáról beszélt itt, hanem a hangneméről ennek a minősítésnek. Azért kérdeztem, hogy mi a gondja ezzel a hangnemmel, mert ő meg azt mondja, ugye, hogy soha nem kecsegtet jóval, amikor a vezető német politikus izomból nyilatkozik, szomorú történelmi tapasztalataink vannak, legyőzendő ellenfeleket lát Németország, az európai emberek nem jönnek ki jól. Ezt miért mondja? Miért mondja ez a második világháborút hozza ide, mert Magyarország egyedülként nem ír alá egy közös nyilatkozatot? Hogy jön ahhoz a német külügyminiszter, hogy valakit azért pellengére állítson, mert egyébként a jogával él? Bármilyen külpolitikai álláspont elfogadása, ez biztos fontos kérdés. De szerintem az, hogy az Európai Unió mely egyelőre még nem uniós tagországokkal kezd el csatlakozási tárgyalásokat, ez a lehető leglényegesebb döntés. 2 esztendővel ezelőtt 3 Európai Uniós tagország, Franciaország, Dánia és Hollandia megvétózta azt, hogy miután több éven keresztül tárgyalt az Európai Bizottság Albániával és Észak-Macedóniával, hogy elkezdődhessenek ezek a tárgyalások, minden feltételt ez a két ország teljesített, ezek után, hadd fogalmazok akkor most hegyesen, beleköpött a levesbe 3 ország, és azt mondta, hogy nem kezdődhetnek el a tárgyalások. Miért? Csak 3 ország volt. De bocsánatot kérek, ennek kapcsán senki nem mondta azt, hogy ez milyen szörnyű dolog, és kérem szépen most azonnal térjünk át a minősített többséges döntéshozatalra a tekintetben, hogy kikkel kezd el csatlakozási tárgyalást. Románia és Bulgária 2007 óta tagja az Európai Uniónak. Több mint egy évtizede nem tudnak tagjává válni a Schengeni együttműködésnek, mert az egyszem Franciaország ezt megakadályozza. Itt miért nem baj az, hogy a franciák vétóznak? Miért vagyunk az Európai Unió tagjai? Azért, mert az európai együttműködés ez egy olyan hozzáadott értéket jelenthet a magyar emberek boldogulását illetően, ami az egységben az erő, a közösen intézhető dolgok hatékony intézésének a lehetőségét teremti meg. De most egy csomó példát mondott arra, hogy miért nem hatékony.
Hát, csatlakoztunk ehhez a közösséghez, a magyarok elsőprőtökséget támogatja. Én nem vitatkozom, én ezt butaságnak tartom, hogy az ne lenne hatékony a teljes támogatta egyetértés. Támogatta 10 éve a magyar állampolgárok nagy része, támogatta 5 éve, támogatja most is. Akkor is támogatja, hogy a magyar kormány mindent megtett azért, hogy ne támogassa annyira azt, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk. Miért? Miről beszél, ha segítene nem, abban, nem hogy mi a, meg a magyar kormány minden szavát értem, csak nincs jelentése a mondatának. Miért nincs? Mit tett? Nem láttunk népnyomon óriás plakátokat, hogy éppen mit üzenünk Brüsszelnek, nem láttunk plakátokon az Európai Bizottság elnökét, nem költöttek 10 de milliárdot adóforintokból soros kampányra, sorolhatnám a harcokat, hogy, a küzdelmeket hogy, az Unió ellen. De az Európai Unió az egy olyan együttműködés, ahol a jelenleg részes 27 ország, egy már megelégelte azt, hogy az Európai Unió minden olyan dologba beleszól, ezért semmi köze nincsen. Hogy miért tehát a 27 ország a saját nemzeti szuverenitási jogkörébe tartozó kérdéseknek egy részét azt közös jogkörré tette, de a többi az a saját dolga. És az képtelen dolog, hogy azért, mert benne vagyunk egy együttműködésbe, azért mindenbe beleszólik. Az ember egy társasházban lakik, akkor a társasháznak vannak közös dolgai. Na de hogy jönne az, hogy egy szomszéd bejön a mi lakásunkba, és elmondja, hogy hogy van az berendezve, hogy neveljük a gyerekünket, én hogy sétáltassuk a kutyánkat. Csak, hát semmi köze nincs a társasháznak. Egy lakóval van gond, vagy kettővel, akkor felvetődik a kérdés, hogy miért lakik ott az egy, az a két lakó. De bocsánat, kérek, de hát a franciákkal van gond, mert a franciák vétózzák mindenfajta érdemi magyarázat nélkül a bolgárok és a románok schengeni együttműködésben való részességét. Senki nem vonhatja kétségbe a franciáknak ezt a jogát, hanem mindaddig, amíg a francia kormányt, a francia államot nem lehet meggyőzni, addig ezt tovább kell folytatni. Én nem hallom Heiko Maasnak a nagyon kemény kritikus nyilatkozatait a franciákkal kapcsolatban. Albánia és Észak-Macedóniával való csatlakozási tárgyalások elindítását. Ennél fontosabb hatalmi, geopolitikai kérdés kevés van. Hogyan bővül az Európai Unió? Hogyan lesz erősebb? Hogyan von be a nyugat-balkáni térségből országokat? Mindenben megállapodtak, és ehhez képest jött 3 ország, és azt mondta, hogy nem. Azt kell mondanom, hogy ez van, tovább kell tárgyalni. Az egy ügy. 10 éve ez a kormány az Unió ellen miért harcol. Azt Orbán Viktor mindig felveszi a hátizsákját, és posztolja, hogy elmegy harcolni Brüsszelben. Nem azt mondta, hogy az Unió ellen van, hanem folyamatosan harcol Brüsszelben. Csatákat vív Brüsszelben. Mindenki harcol miért kell csatákat vívni? Mindenki harcol Brüsszelben. Miért nem lehetett aláírni például a kínálteni? Mert ez egy olyan együttműködés, ahol verseny, vetélkedés, rivalizálás is van a szereplők között. Hát nem arról van szó, hogy azáltal a tény által, hogy mi tagjai vagyunk az Európai Uniónak, minden jövőben felmerülő kérdésben abóvó magát értetődően ugyanaz lesz az érdekünk. Kinek ez az érdeke, kinek az az érdeke? És néma gyereknek az anyja se érti a szavát, tehát az a helyes, ha mindenki képviseli az érdekét. Ha kell, harcosan képviseli, ha kell, kompromisszumot köt, ha kell, akkor elmegy a végetekig, ha kell, visszavonulót fúj. Tehát ez a normális. A magyarok azért támogatják jóval nagyobb arányban az európai együttműködést 2010 óta, mert azt látják, hogy az általuk megválasztott kormány az kiáll a magyarok érdekében Brüsszelben. Nem arról van szó, hogy kimegy a magyar miniszterelnök, mint amit Gyurcsány csinált, és megkérdezte, hogy bocsánat, mi az én véleményem. És ezért támogatják neki, hogy ez a véleményed, Ferikém. És aztán azért támogatják az uniót a magyarok, vagy az uniós tagságot? Azért, mert ha tetszik, kurucosan ki kell állni. Értem. A magyar érdekekért. A hollandok kiállnak a holland érdekekért, a németek a német érdekekért, a spanyolok a spanyol érdekekért. De a magyarok kiállnak a kínai érdekekért. Kínai érdekekért. És miért nem írták alá ezt a nyilatkozatot? A magyarok a magyar érdekekért állnak ki. Azt gondoljuk, hogy az Európai Uniónak, hát hogy mondjam, egy elég komoly szintet meg kell ütnie a közös külpolitikai álláspontjainak. Az súlyosan komolytalan, hogy a világ egyik meghatározó gazdasági, katonai, politikai térsége, az európai együttműködés 27 ország, olyan nagy hatalmakkal, mint Franciaország, Németország, olyan nagy országokkal, mint Spanyolország, vagy Lengyelország, olyan régi demokráciákkal, mint amilyen a magyar vagy a cseh, az folyamatosan azt csinálja, hogy, hát hogy mondjam, a toalettpapír minőségét sem nagyon elérő irgumburgum nyilatkozatokat fogalmaz meg. Arról van szó, hogy a külügyi bürokraták elítélik Kínát, akkor aláírják? Arról van szó, hogy a külügyi bürokraták ki tudja milyen tagállami megrendelésekre mindenféle fecniket dobnak oda a külügyminiszterek elé, és a magyar külügyminiszter azt mondja, hogy de hát bocsánat kérek, hát ez így nem fogadható el. És ezt nem mondhatja az Unió, hogy ki tudja milyen megrendelésekre, mondjuk kínai megrendelésen nem írják alá ezt a nyilatkozatot?
hogy egy idézet, de miért mondanak? Orbán Viktor azért mondjuk, mert május első hetében... Ön ezt mondja? Nem én mondom, a kínai elnök mondja. Azt mondja a kínai elnök, a kínai elnök nagyon hálás, hogy a magyar kormány egyértelműen kitart a Kína-barát politikája mellett, segíti népszerűsíteni a Kínával való együttműködést a kelet-közép-európai országok körében, és védelmezi a Kína és Európa közötti kapcsolatot. Akkor miért nem igaz, hogy Magyarország a kínai érdekeket is képvisel az EU-ban? Magyarország a magyar nemzeti érdekeket képviseli az EU-ban. Magyarország is azon Európai Uniós tagországok sorába tartozik, aki jó kapcsolatot akarnak kiépíteni Kínával. Jó gazdasági kapcsolatokat, jó kereskedelmi kapcsolatokat, jó tudományos kapcsolatokat, jó sportbeli kapcsolatokat. A németek is ezt teszik, az olaszok is ezt teszik, a franciák is ezt teszik. Mindenki sorban áll azért, hogy minden jobb kapcsolata legyen Kínával. És amikor azt látjuk, hogy teljesen eszement elképzelések jegyében ezeket az Európa egésze számára fontos Európa-orosz, Európa-kínai kapcsolatokat ostoba nyilatkozatok azok kockáztatják, akkor annak rendje és módja szerint a magyar nemzeti érdek meg az európai érdek jegyében kiállunk ezért. Tehát csak azt tudom mondani, hogy én ezt mindig imádom például, amikor a mindenféle orosz érdekeket képvisel Magyarország az Európai Unióban. Hát Németországnak a lehető legnagyobb energetikai beruházása, az északi áramlat 2 az, amit az oroszokkal együtt csinál. Annak rendje és módja szerint nem ideológiai, meg nem politikai kapcsolatokat keres Németország az oroszokkal, hanem gazdasági kapcsolatot. Mi nem ideológiai és politikai kapcsolatokat keresünk és találunk meg kínaiakkal vagy az oroszokkal, hanem gazdasági kapcsolatokat, amelyek segítik Magyarországot, segítik a magyar embereket. Ugyanúgy járunk el, mint minden Európai Uniós ország, és amikor ezeket a törekvéseket buta euróbürokrata javaslatok veszélyeztetik, meg fenyegetik, azt mondjuk, hogy hát ezt mi nem tudjuk támogatni. És normálisan járunk miért el. Támogatták, és miért nem harcoltak azért, mert megszavazta az Európai Parlament az uniós digitális COVID-igazolvány bevezetését, nem fogadják el a Sputnik, és nem fogadják el a Sinopharm vakcináját. Pont ellenkezőleg, hát ez került bele. Volt egy eredeti javaslat, amely eredeti javaslat... Ha én kínai vakcinát kaptam, akkor mehetek az uniós igazolványjal, majd júliustól? Nincs uniós igazolvány, tagállami igazolványok vannak, de az a lényeges dolog, hát nálunk már a magyar polgárok több mint 55%-ának van az beoltottsága okán védettségigazolványa, és még jóval többen bennek van valójában védettségigazolványa, mert sajnos megbetegedett és ennek kapcsán is kap. Más országokban még semmifajta védettségigazolvány nincsen. Azt én értem, amit az Európai Parlament hát az megszavazott, az Európai Parlamentben volt egy eredeti javaslat. Sem a Sputnik vakcinát. A Momentum ezért nem is szavazta meg? Nem, ez nem igaz. Tehát azt akarom mondani, hogy hiába mondja ezt, az állítása csak akkor igaz, ha megfelel a valóságnak. Amit ön mond, az nem felel meg a valóságnak. Akkor mi a volt valóság? Egy eredeti javaslat, ezt próbálom elmondani. Volt egy eredeti javaslat, amely eredeti javaslat az azt mondta, hogy a tagállamok által kibocsátott, de más Európai Uniós tagállamok által is elfogadandó védettségigazolvány, ha oltás után kapja valaki, akkor csak akkor lehet elfogadni, ha nyugati vakcinák beoltása után kapta ezt a védettségigazolvány. Mi azt mondtuk, hogy ez nem fogadható el. Erre azt mondta a Momentum a 2 hónappal ezelőtt, amikor kezdődött ez a vita, hogy ez milyen jó, és de jó, és tessék, most akkor lelepleződött Orbán Viktor, hogy milyen felelőtlen volt a keleti vakcina beszerzés. Majd utána a tanácsban az állam és kormányfők, vagy hát a kormányok testületében született egy megállapodás, amelyik azt mondta, hogy dehogy nem. Kölcsönösen bármilyen vakcinát elfogadhatnak az Európai Uniós tagállamok. Tehát megváltozott a szabály. Ha megállapodnak egymással, de nem automatikusan. Ha elfogadja, és hogyha harmadik országból érkező polgárnak a védettségigazolványát elfogadják, amelyik egy vakciná után adták ki, akkor minden Európai Uniós tagországnak az azon vakcinával beoltott polgára védettségigazolványát el kell fogadnia. Tehát megoldódott a probléma, minden magyar kínai polgár... Kínai vakcinával július közepétől lehet Németországba utazni. Holnap lehet már Németországba utazni. Tehát megoldódott ez a probléma, és miután ez a probléma megoldódott, ezután a Momentum ezt nem szavazta meg. Tehát az a helyzet, hogy amikor valami rossz a magyar polgároknak, akkor a Momentum megszavazza, amikor valami jó a magyar polgároknak, akkor meg nem szavazza meg. Ez a nem jó megoldás. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm.